Erőt, egészséget, kedves bajtársak! Ez a Gavel Game csinál, Raptor Örömester szolgálta jelentkezem, és mondjuk láthatjátok, a Medivel dinasztiát vesszük elő ismételten, hogy megjelent itt a 2.0-as verzió, hogy benne van a kóp, egy új map, úgyhogy erre fogunk rálesni most, hogy milyen is. Egyelőre még csak egyedül, aztán a későbbiekben meglátjuk, hogy bővül a kis csapat vagy sem. Úgyhogy indítsunk egy új játékot, és lássuk, hogy hogy is van ez az egész. Ugye magyarra van állítva a játék, hogy ez az Oxbow nevezetű rész, és a kooperáció lesz, amit elő fogunk húzni. Játék testeszabása, hát az évszakokat egy picit megnövelem, az adó az maradhat, épületkorlátozás nem piszkáljuk, HP-t se. Állóképesség, igen. Ezeket se. Gyors építkezés. A gyors craftingot beállítjuk. Azt viszont fölhúzom 200%-ra. Egy kis segítségnek, ez pedig 150-re. Az hadromoljanak a tárgyak. Szerintem így jó lesz. Ugye a kódot az nem látjuk, csak akkor, hogyha beállítjuk, hogy lássuk, vagy akinek elküldöm, és akkor indítsuk a játékot. Elvileg van karakterkreálás is. Na? Mennyire nehezen adja vajon magát a játék? Konyhát hússal is, aha. Ó, igen, van karakterkreálás. Bőrszín, hangtípus. Thank you. Hello. Thank you. Ó. Thank you. Akkor az utolsó. Arc az maradhat. Ilyen morcosak leszünk. Hát nem ez a bazilika kirincsóra lesz, marad az alap. A száj szerintem az is marad az alap. A fül is marad az alap, jó. Szemszín. Ez jó lesz. Eltérő szemszín, wow. Anyajegyek, szeplők, sepphely. Hát azért sepphely azért csak legyen rajtunk. Ránk dőlt egy fa, és kaptuk, haltunk. Mik vannak még azért? Nem, ez elég. Ez olyan barátságosnak mondható. Alapszín. Legyen ez a sötét fekete. Ez jó lesz. Szemöldök. Kéne valami mérges. Na, ez talán. Borosta. Vasz, igen. Ez milyen paj, ez már hello, nem kell. jó lesz. Nekem megfelel. Ezt kitöröljük, és csak marad az SGT Raptor. Tiszta lappal. Rémálomból ébredve. Beszéljünk a bástyával. Hello öreg! Mi a helyzet? Nagyon meglepő. Az orvos, igen.
Az igen, van itt azért választási lehetőség. Ez... Ez. Gyakorlatsor. Vissza az alapokhoz. Na igen, itt egy kakasáló. És most mit kell csinálni? Gyakorlatsor, oké. Most adott nekünk valamit? Érme, van nálunk érme viszont legalább. Napló. Gyakorló célok. Jó, hát akkor vegyük föl. Gyűjtsünk össze erőforrásokat. Közeli erdőből. Hát ezt szerintem megtesszük itt, nem megyünk az erdőbe azért. Még egy kavics. Igen. Helyezze a mellkasát a betegház közelében. Készítsen egy kőkést. He? Kők és botok kell, bot kell még, bot. Cikória. Ez is kő. Mit lehet még ellopni? Akarom mondani kölcsön venni. Igen, kő és mondott. Igen. Valami láttam, ezt is meg kell nyúzni. Ez itt mik vannak? Ó, ezt is ki tudjuk nyitni. Készítsünk egyszerű fákját. Készítsünk egy faláncsát. Faláncsa. Igen. Szerintem ezt kell megszúrni. Nem, akkor dobni. Megfigyelő mód alt. És gyújtsuk meg a tüzet. Na hát ez... Nem volt nehéz. Miért nem tudtak ide betenni a fákját?
Ez. Jó, hol van a... Tűz itt. Süsse meg az összes húst. Igen. Oké. Hol vagy, öreg? Hova tűntél? Kertészkedsz. Beszéljünk a földes úrra. Mondom, te vagy az, igen. They say, but do not get too close to them. One of the travelers told me that in the south, people ride on horses with two large hunches on their backs. Is that true? One of the travelers told me that in the south, people ride on horses with two large hunches on their backs. Ez nem volt kedvesebb ez a bácsi. Be kéne neki mosni egyet. Szevasz. Kösz! Dynastia hírnév. Figyelj az oxigén helyzetét. Légy óvatos. Ne? Nem azt mondta, hogy hagyott itt nekünk cuccot? Ezt mind?
El sem tudom minni mindet szerintem. Elfér nálam ennyi cucc. Kőbalta elég nehéz. Amúgy. Meg a kő is. Hát, így se tudunk nagyon gyorsan mozogni, de szerintem. Ő a bányász. How do you do? People often ask me how it is to live. Whatever you need, I got it. I believe it's not a matter of good or bad. I would say what I found. Részfejsze, kőkés. Hát el lehetne adni egy pár dolgot. Kőbal, tehát azt tudunk csinálni. Azt eladjuk. A rész dolgokat nem akarom viszont eladni, azok még jól jöhetnek. Még részkésből is van kettő kőkés. Ezt is eladhatjuk. Kődárda fákja. Ezt is eladjuk, az vagyis baromi kevés a pénzünk. Ezeket jó áron venném meg. Csak eladok egyet, meg ebből is. Ebből mindet. So long. You look as if you're carrying 100 logs. Where are they? In your pocket? Igen, és. Greetings. Hello. Hate is in my nature. Szevasz, szevasz. Egyszerű kicsi hátizsák, egyszerű nagy hátizsák, 480-ba kerül, és nincs annyink. Tarisznya. 6 kiló. Nyereg, nyereg. Nagy tarisznya. Ez 10 kiló. Ez is 10 kiló. Comes great responsibility. Szúsz. And the king seems to be doing just fine. Még ha adnánk el valamit, az jó lenne. You should put something down. I can keep an eye on your things when you're gone. They'll be safe. I promise. Once I met a guy who kept saying winds howling even when there was just a light breeze. Részkapa. Szárított és sült hús. My mother said she'll let me do that when pigs will fly. So if I build a pig catapult, she'll have no excuse. I have a hatch. Okay. Going to get a hatch if you keep carrying it that. It was net. Nice no seeing you. And I don't care that it's been less than 2 hours. Oké, megnövekedett a súlykorlátunk 50-re. Ez így azért egész jó lesz. Követ elvisszük, mert ugye az alapházikóhoz megfelelő. Jó. Rendben. Aha. Itt van valami, ami miatt nem tudunk odaépíteni. Gondolom ez is azt jelzi, az is. Azt mondja, hogy a legjobb hely az vagy itt lenne, vagy itt három város is van, vagy itt,
valahol. Aha. Hát nem olyan nagy a térkép amúgy. Most nézem. Akkor lehet, hogy ez az a hely, amit jobbnak látok. Mert itt ilyen dimbes dombosnak néz ki. Hol van vajon bánya? Az ott bánya lenne? Lehet, hogy nem. Az meg kéne nézni amúgy, hol vannak még hegyek. Az is szerintem bánya. Ez is bánya. Vagy egy átjáró. Itt is van egy talán, ahogy nézem. Az is szerintem bánya jele. Az is talán az, de mert meg kéne nézni amúgy. És itt is talán az az. Még van itt a legközelebb. Itt is van. Az is szerintem az. Elmenjünk ide, megnézzük, hogy ez bánya-e. Ha bánya, akkor valószínű, hogy valahol itt fogunk építkezni, mert itt van víz is. Elég nagy terület, meg megnézzük, mennyire sík. Lehet, hogy át fogunk jönni inkább ide. Vagy megnézzük itt, de mondjuk az a baj, hogy az még már messze van. Itt lenne a legjobb, mert itt aránylag három város is közel van, meg ez se lenne akkor messze. De mit haigálsz itt azzal a karddal, te gyerek? Nyakon váglak. Ezek mik? Hirdető tábla, igen. Jó. Menjünk el, nézzük meg, hogy az bánya. A bánya, akkor viszont oda fogunk költözni valahova. Csak egy jussunk ki ebből a faluból, városból. Ott a kapu. Jó, hogy így keresztül folyik ez a kis patak a városon. Meg ki. Jó, meg van csinálva, tetszik. Közben felfedezünk dolgokat. Elég messzi kell menni, 720 méter. Ugye most még itt a mai nap az lesz itt a cél, hogy megtaláljuk a megfelelő dolgokat a városnak. Bot meg kő az mindenképpen fog kelleni, hogyha azokat szépen összekapkodjuk útközben. Köszönöm, meg itt fedezzük fel a dolgokat legalább. Kicsit túl vagyunk terhelve, de annyi baj legyen. Itt ez a rész szerintem, ami nekem szimpatikus építkezés szempontjából. Fedezzük fel szépen a dolgokat. Szarvas, nagyon jó. Még 400 méter. Vaddisznó, hiúz, borsz, farkas. Minél többet bolyongunk, annál jobb. Voltak a farkasok. Előbb a falut fog kialakítani.
Nem tudom, hogy a kők is. Az régen abból elég hamar, elég sok pénzt lehetett csinálni. Majd nézzem, hogy mi az, amiből lehetne egy kis lóvét összeharácsolni. Ugye az út mellett, ha megyünk, akkor találhatunk különbözőféle kocsikat. Azokat kifosztva esetleg lehetnek benne értékes cuccok. Nem tudom, hogy lehet, hogy benéztem és nem bánya. Bár... itt volt olyan. Az, az lesz, az bánya. Aha, ez bánya lesz. Azaz. Súlelőhely. Ón. Ez pedig a réz. Ón. Réz. Jó. Ez bánya. Sú. Réz. Aha, van itt elég sok. Jó van. Oké, akkor itt kell valahol letelepedjünk. Maci! Oké, jól van, Maci. Értem, tiéd ez a barlang. Tudom, hogyha itt lent letelepszünk, az mennyire lehet jó. Itt is van egy ilyen luk, meg ott is, meg ott is. És akkor itt van a közelben elég sok bánya. Tudom, hogy itt ezt a területet kéne kinézzük. Víz. Ugye innunk kellene. Jó, Maci. Nem barátságos, Maci. Itt vannak bölények is. Azt hiszem, hogy azok támadnak, de már nem vagyok benne 100%-ig biztos. Tudom, itt van hegyvidékes a rész is. Hogy is van ez? Ott van egy sziget. Ott van valami rom. Ja. Én neki nem vagyok szimpatikus. Ouch! Oké. Százötven méter ide, ahol van a bánya. Hát.
Amúgy ez a kis patak esetleg. Ez meg már nagyon messze van. Ugye a három város között ez itt a legjobb rész szerintem. Ez itt nem messze van. Nem tudom, ti hova telepednétek le, hogyha a helyemben lennétek. Tehát ti mit választanátok? Megnézzük még ezt a kis patakos részt itt. Jó, ez mi? Elveszett szállítmány. Add ide. Itt a pénz, azt nézzétek. Mondjuk ez is itt elég sima terület. Vaddisznó. Azok is mindig meg akartak enni. Jó, jó. Oké, oké. Értem. Arrébb megyek. Csak itt ezt a kis patakot akarom megnézni mennyire, de ez itt nem lesz jó hely. Amúgy meg a izével van a bajom, hogy kevés a fa. Túl nagy a sík itt, és kevés a fa. Bánya, vagy tehát, hogyha építkezni akarok, akkor messzi kell szaladgálni. Hogy nem zavarodsz meg, hol vagy? Segítség! Nem most! Újra pusztít! Inkább újra éled, nem? Jó, hogy ilyenkor megmarad mindenünk. Mi ez a papír? Amit itt mutat. Akkor csezd meg. Bakker, ezt most megszívtuk. Hát mondjuk ilyenkor, amikor helyet keresel a városodnak, akkor nem egyszerű. De szerintem akkor maradunk ott a bölényeknél. Nem tudom, hogy fogjuk őket kinyírni. Van nád. Még azt is meg kell néznem, hogy a földek hogy állnak. Jóhoz képes kell kihúzni az utakat, meg elhelyezni a cuccokat. Ez is elveszett szállítmány lesz. Sajt. Ez sokat ér. Idézőjelesen sokat. Kocsák. Hm.
Na, lemmag. Bőr, az elég sokat ér. Na, itt volt egy kis gyógyulás főzet. Na, mindegy most már. Körtebor is sokat ér. Ah, ezeket el kéne adni. Sajt is. Jó, maradunk ennél a területnél. Talabölények is vannak. És akkor meglátjuk, hogy mit tudunk tenni. Ugye a földeket azt nem lehetett forgatni, azt azért az nem volt olyan jó. Inkább gyógyultunk egy picit. Dárda, meg kalapács kéne. Rézkalapács. Ez is jó, drága amúgy. Barlang, akkor itt, ha kialakítjuk szerintem azért, az jó lesz a várost. Van út is a közelben, ott, meg itt is. Hogy áll itt azért, várjál csak. Ó, pont jó le. Pont jól állnak a mezők is. Aha. Jó. Akkor kell olyan, hogy út. Ugye? Ez így jó szar. Most egy picit el leszünk ezzel az építkezéssel. Így párhuzamos. Talán. Még nem úgy néz ki innen, de... Nem mondom, hogy néz ki. Hogyha párhuzamos lenne.
Ez szivat most engem. Ez se párhuzak. Ez azt nem hiszem. Nem tudom belőni a párhuzamost. Így, így talán könnyebb lesz. Hát. Így se, de... Már jobb volt. Picit elrém. Így. Na, jó, ráhagyjuk. Már így is kivilágosodik. Ja, párhuzam is. Pedig full párhuzamosnak nézett ki. Nem hiszem el, hogy nem tudom kihúzni a párhuzamost ezeknek a... Nem, tehát ez se párhuzamos. Meg az se párhuzamos. Na mindegy. Jó van ez így. Nagyjából azért meg lesz. Így. És hogyha azt mondom, hogy le akarok ide tenni egy mezőgazdasági területet, akkor ahhoz mit szól a játék? Ó, simán. Simán adja. Ja. Akkor ez így egyelőre jó. Hanyas, hatos. Ezt kiütjük innen. És akkor kellene egy központi rész, meg egy utca. Lehetnek házak már rögtön, így sorba. Piszkos vagy. Piszkos vagy te. Első körön pár kis házat le lehet ide tenni.
Sőt, lehet, hogy ilyen utca lesz itt házakkal. Nekem a kő kellett volna, te. Ja. Akkor kezdjük az építkezést, kezdjük egy házzal. Kis, egyszerű házzal. A vízparton. Vagy tegyük így. Kupácsoljuk csak bele gyorsra köveket. Oké. Okay. Ez nem sokat adott. Na majd a juharfa. Az igen. Nyílja. Szalmát viszont nem tudom, hogy honnan fogok tudni szerezni. Az is elég sok kell. És amúgy ezt meg nem jól raktam, mert nem figyeltem az utat, hogy hogy megy. És ez ilyen is régen áll most. Ó, bakker! Zsír. Épület. Az. Így. Így se jó. Is rég. Bocs, hogy ennyit játszok itt a dolgokkal, de... Próbálnánk valami szépet alkotni. Csak nem jön össze. Talán így, nem? Így talán jó. Nem! Hát ez majd nem nagyon látszik, hogy hogy áll.
Így se tűnik egyenesnek, az a baj. Na, de erre nagyjából egyenes. Ja. Kint az építőkalapács. Na, próbáljuk meg még egyszer. Kell még rönk. Pitypong, neked nem a pitypong kell, hanem a kő. Igen, és... ezt beütjük. Jó. Fal, kőfal. Ez itt ablakos kőfal. Ez itt kőfal. Ha már építjük, akkor egyből legyen normális. Szedni. Egy tonna követ. Meg rönköt, meg követ, meg rönköt. És azt mondja, hogy kellene nekünk. Tároló és vesszőkosár. Kettő. Akkor ebbe át tudjuk dobni a cuccokat, amiket nem használunk. Fokkalapács maradhat, maradhat, hőmérséklet. Ugyanúgy a körtebor is. Ez is. Részfejsze. Részkalapács. Részkés is, rézlapát is. Bár még lehet, hogy a rézlapátot kéne használni, itt a közelbe kiszedni a cuccokat. Húzott hús. Vödör. A vödrök azok meg fognak kelleni. Így is egyelőre. Ezt is. Mennyi fér még? Jó, még fér egy kevés. Meg a tollak. Szalma. Sajt. Ellenmag. Többé viszont szerintem kellni fog potok. Potok és bőr. Ennyi, több viszont megtartjuk.
A rönkiskő. Igen, csinálhatnánk vetszőből is, de jobban szeretem rögtön neki kezdeni a kőnek. Később upgrade-elgetni. És kell majd csákányt összeszedni. Nagyon jó. Lassan kész lesz az első ház. Percek, órák kérdése. Ide is fogunk tenni majd egy házat szerintem. Meg kell nézni, mi az, amiből tudunk pénzt kicsikarni. Nem tudom, hogy változtattuk-e azóta, hogy a kőkést azt úgy jó pénzre el lehetett adogatni. Követ kéne majd szerezni többet. Hogy kéne csinálnunk egy csákányt. Mi kell hozzá? A rönk. Kell hozzá egy rönk csákányhoz. Baltát is kell fabrikálni. Az meg bot kell. Kell egy ilyen csákány. Meg lehet jó lenne még egy. Na. Ezt nem tudjuk kibányászni. Lehet, hogy ez a hely akkor csak nem volt olyan jó ötlet. Tényleg jó követ gyűjteni, akkor baromi sokat össze tudsz szedni, de sokkal egyszerűbb. Kell valahol keresnem egy helyet, ahol tudunk követ vágni, szedni. Anyagraktár. Kitermelés. Állj meg! Állj meg!
Oké, kaja. Kis kaja. Egy kis víz. Hol lesz vajon szalma? Ez szalmára is szükségünk lesz, nem is kevésre. Alakul lesz szépen, kapjuk itt az XP-ket. Még nagyra is állítottuk, hogy azért legyen bőven. Oké. Mert követ kéne még szednem. Na lássuk. Kitető. Ez deszka kell. Meg ehhez is. Az viszont le kell tegyük a fáskaramrát. Be tudjuk szépen fejezni. Na hát majdnem kész az első kis házunk, szép lassan, ugye az eleje az mindig ilyen lassan, döcögősen indul, még nincsenek emberek, akik segítenek nekünk a munkában, meg ugye most még egyedül is vagyok. Úgyhogy itt fogjuk kialakítani szépen a kis falunkat, ezen a helyen. Ugyanis itt közelben van egy bánya, meg egy út is, és akkor itt szépen majd valahogy itt bekötjük, és ugye itt van a három város, aránylag elég közel. Ami azért valljuk be, hogy eléggé fontos, hogy legyen. Itt ugye a bánya az jó, meg ide is van még egy, kettő, három is, ha jól látom, de azokat majd el fogunk menni megnézni. De én azt mondom, mindenképpen ez a terület itt elég sima ahhoz, hogy itt mezőgazdasággal, meg minden egyéb dologgal tudjunk foglalkozni, állattartásra, többi, stb. És még valahogy ugye arra kiterjesztjük a falut, emelre följebb lesznek a dolgok. Itt lesz majd egy pár ház a kezdetben. Itt csinálunk egy nagyobb főteret, és akkor amúgy pedig elkezdjük majd letenni az ilyen páskamra, meg egyéb raktározó helységeket. De a többit meglátjuk, hogy hogy alakítjuk ki. El kérném, hogy mennem még szedni különböző dolgokat. Követ például, vagy kő az rengetekkel. Kár, ezeket nem lehet szétvágdosni. Azt meg kell találni azt, hogy mi az, ami csákányozható. Úgyhogy meglátjuk, hogy mennyi követ tudunk itt összeszedni, és akkor az alapján fogok tovább építkezni. Remélem, hogy mire a következő epizódig eljutok, addigra tudok nektek már több épületet is fölhúzni, és akkor itt fog majd állni egy ilyen kisebb falu, utána pedig elmegyünk embereket keresni a faluba, meg ugye majd akkor lehet, hogy addigra leszünk többen is. Úgyhogy én köszönöm szépen a figyelmet, és akkor innen a kis falu kezdetlegességéből fogjuk folytatni. Addig is ugrjetek, halljali, sziasztok!